egyszer csak ott volt, és nem voltam többé terhes. Anya lettem. Azelőtt nem hittem a csodákban. Köszöntöm Önöket. Az elhangzott idézet azt hiszem, hogy már előrevetíti mai műsorunk témáját, amely nem más, mint a szülés. Akik látták az első adást, azok bizonyára emlékeznek, hogy ez a műsor az anyává válásról, újszülöttekről, csecsemőkről, totyogókról, bölcsödésekről és óvodásokról szól. Minden műsorunknak vannak vendégei, és lesznek is, és a jelenlevő anyukákkal ezúttal is itt vannak gyermekeik. Szeretettel köszöntöm műsorunkban Domány Dudás Dianát és kisfiát Bencét, valamint Csipe Tímeát és kisfiát Zalán. Sziasztok, jó napot kívánok! Sziasztok, sziasztok! Az első műsorban a terhességről, várandóságról beszélgettünk, ma viszont a szülés szerepel napirenden, de mielőtt veletek beszélgetnénk erről, nézzük meg közösen azt az interjút, amelyet a Topolyai Egészségházban készítettünk, ahol dr. Kórizs László szülész, nőgyógyász, osztályvezető főorvos ezúttal is készségesen állt rendelkezésünkre. Minden hölgy életében a kisbaba születése meghatározó élmény, kinek így, kinek úgy. Nos, műsorunkban ma a szülésről beszélgetünk. Szeretettel köszöntöm vendégünket. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, és én is nagy szeretettel üdvözlöm a tévénézőket, főleg a leendő anyukákat, a leendő kismamákat. Kell-e félni a szüléstől, és hogy zajlik ez az esemény? Rögtön legelőször is a szüléstől nem kell félni. A szülés egy fiziológiás folyamat, egy teljesen normális, elfogadott dolog, amelytől nem kell félni. Sajnos a mi nyelvünkben és a mi világunkban, mi környezetünkben a szülésről állandóan szülési fájásokat hallunk mindenféle médiában, tévében, rádióban, nagy sikoltozások, kiabálások, vér és ilyesmi. Na most ez nem egészen így történik. Tehát legelőször a szülés az egy teljesen normális folyamat, amelynek nem muszáj, hogy fájjon. Akkor fog fájni, hogyha valaki fél tőle. A félelem egy bizonyos hormon szintet, az adrenalin szintet megemeli, és az adrenalin görcsbe hozza a sima izomzatot. Innentől kezdve természetesen, ha görcs ellen kell dolgozni, akkor az onnantól kezdve már fájni is fog. Tehát lazán, szépen, nyugodtan, felkészülve kell belemenni a szülésbe. Tehát el kell mondani azt, hogy a szülésnek bizonyos előjelei vannak, ugye a méhnek a kontrakciói és készakarva nem mondom azt a szót, hogy fájás, tehát a méh kontrakciói beállandósulnak, és amikor ottan körülbelül 10 percenként megtörténik egy ilyen kontrakció, azt már a szülés kezdetének nevezzük. Vagy pedig a következő szituáció, amikor elfolyik a magzatvíz, amikor a magzatburok megreped, azt is már szülésnek nevezzük, vagy ne adj Isten, bármiféle más olyasmi történik, amit esetleg nem tudunk megmagyarázni, illetve a leendő kismama nem tud megmagyarázni, abban a pillanatban nagyon jó lenne, hogyha rögtön jelentkezne az orvosnál. Itt a mi intézményünkben 24 órás ellátás van, tehát bábasszonyok állandóan vannak, nőgyógyász szakorvos, szülészakorvos állandóan van, és inkább, én ezt mindig el szoktam mondani a pácienseimnek, hogy inkább százszor jöjjön el feleslegesen, mint sem egyszer nem jön el akkor, amikor szükség lenne rá. A szüléshez még hozzátartozik az is, hogy mindig felvetődik a kérdés, hogy mikor van itt a szülés ideje. És érdekes módon a terhességet másként számoljuk mi, meg nőgyógyászok, szakemberek, és másként számolja a lakosság. Ugyanis valahol 9 hónapos terhességről beszélnek, mi pedig 47, illetve 10 hónapos, de mi 10 holdhónapos terhességről beszélünk. És valójában a terhesség időpontja, egy fiziológiás terhesség 47-ig tart, plusz-minusz 2 hét. De az időpontot valójában mindig az utolsó menstruáció első napjától számoljuk. Tehát valójában, ha így nézzük, akkor a fogantatás pillanatában már 2 hetes terhességről beszélünk. És ezért vannak itt eltérések, hogy nem igazából tudják, hogy kinek mikor van itt a szülés időpontjának, szülésnek az időpontja. Most bemennek a szülőszobába, ott mi történik tovább?
A szülőszobában természetesen, hát ugye ez először is nőgyógyászati vizsgálatról van szó, akkor utána felkészülés a szülésre, mint szülés. Toaletta, klizma, tehát a belek kiürítése, a szülőcsatorna és a nemi szerveknek a higiénája, a fertőtlenítése. És akkor onnantól kezdve aztán a szülés az megy a saját útján. Na most egy normális szülés az körülbelül 10-12 óra hosszáig tart az első szülés esetében, a második szülés, vagy második és későbbi szülések esetében az valamennyivel rövidebb. Természetesen tudnunk kell, hogy mikor indul meg a szülés. Ugye ez egy nagyon fontos, precíz kérdés. Itt nagyon fontos dolog az, hogy nem igazából szoktuk hagyni, hogy 10-12 óráig vajudjanak a pácienseink, mert azért ez nagyon kimerítő, fáradtságos dolog. Valahogy mindig egy kicsit megpróbálunk segíteni különböző stimulációkkal, injekciókkal, görcsoldókkal, egyéb. És ami a nagyon fontos dolog az, hogy a légzés technika a vajódás során. Itt megint eltérőek a vélemények, de valójában amikor a kontrakció van, akkor sűrű, apró, gyors légzésre van szükség, amikor pedig kontrakción kívül van, tehát abban a szüneti részben, akkor pedig nyitott szája, a mély lélegzés, sok oxigént adni a vérkeringésbe, és ezáltal sok oxigént adni a babának is. Amikor megszületik a baba, akkor természetesen a köldökzsinór lekötés és átvágása után, akkor a bábasszonyok megmutatják az anyukának a babát. Ha igény van rá, akkor rövid ideig együtt is lehetnek. Utána pedig a baba elmegy, a babát átviszik, elmegy a babyboxba, ahol természetesen fürdetés következik, melegítés, mérések, hossza, testsúly, fejmérés, kötelező védőoltások, amikre szükség van, pelenkázás, és az anyuka pedig körülbelül 2 óra hosszát kell, hogy még bent maradjon a szülőszobában a szülés pillanatától számítva. Ez azért szükséges, hogy akkor azért tudjuk ellenőrizni, mert ilyenkor tudnak előlépni a leggyakoribb szövődmények, akkor tudjuk ellenőrizni a vérzés mennyiségét, a méh összehúzódását. Na most ez a 2 óra hossz alatt már az anyuka közeli kapcsolatba kerül a saját gyermekével, ugyanis nagyon rövid időn belül már az első szoptatásra visszaviszik a nővérek a babát, úgyhogy már a szülés követő negyed óra, fél órán belül már a baba ott van az anyukával. Aztán, amikor befejeződött ez az időszak, tehát elmúlt ez a 2 óra, akkor az anyuka kikerül az osztályra, a saját szobájába, a saját ágyába, ahol lehetősége van rá, és itt jön a Baby Friendly program, ami ott a 80-as évek vége felé kezdődött meg itt a Topolyai Egészségházba, hogy gyakorlatilag 24 órát együtt tud lenni az anyuka a saját gyermekével. Természetesen nagyon nyitottak vagyunk, és ha az anyuka úgy ítéli meg, hogy szüksége van pár órás pihenésre, vagy valami olyan gondja van, amit ő nem tud megoldani, akkor itt van nekünk a személyzet, aki nővérek, bábasszonyok, akik nagyon szépen megoldják, visszaviszik a babyboxba a babát, ott ők ellátják, addig az anyuka nyugodtan tud pihenni egy pár óra hosszát. És akkor itt kell megemlítenem, hogy nem olyan régóta az osztályunkon sikerült elérni azt, hogy legyen egy lakosztály, egy apartman, ahol valójában családi körülmények között tud lenni az anyuka, tehát nem kórházi körülmények között, hanem családi körülmények között, saját fürdőszobával, saját tévével, saját bútorzata egyedül a szobába, és nagyon nyitottak vagyunk, itt az egész család gyakorlatilag tudja látogatni, tehát nincsen látogatási rezsim, nincsen látogatási idő, akkor jönnek, amikor, és az van bent, aki akar. Nos, térjünk vissza csak még egy rövid időre a szülőszobába. Újabban vidékünkön is egyre nagyobb tért hódít az apukás szülés. Van erre lehetőség itt a Topolyai Egészségházban, és hogyha igen, akkor mennyire használják ki ezt a lehetőséget? És egyáltalán itt van mindjárt a másik kérdés, hogy javasolt-e az apukáknak, hogy bent legyenek a szülőszobában?
Nagyon eltérőek a vélemények, ami a papás szülést, illetve én ezt helyesbíteném, azt mondanám, hogy a harmadik személy jelenléte, tehát nem kötelező, hogy az édesapa legyen jelen, ugyanis volt rá már igény, hogy a szülőanyának az édesanyja, illetve a leánytestvérje volt jelen a szülésnél. Tehát ez természetesen a szülőanyának az igényeihez, és akiben bizalma van, ahhoz mérten működik ez a dolog. A papás szülés, de maradjunk ennél a kifejezésnél, nem rossz dolog. Nagyon jó tapasztalataink vannak ezzel kapcsolatban. Természetesen azért ehhez bizonyos előfeltételekre van szükség, tehát bárki nem bír bemenni a szülőszobába, előtte szanitáris vizsgálatra van szükség, bizonyos kenetek levételére, mindenféle vizsgálat, tehát fertőző betegek, vagy fertőző emberek, vagy kórokozó hordozók nem bírnak bemenni a szülőszobába, ahol mi nagyon szigorúan vigyázunk a sterilitásra, illetve a tisztaságra. Egyébként pszichikailag igen-igen jó tapasztalataink vannak ezen a téren, és valahol nálunk ez most folyamatban van, de valahol nálunk ez meg fog oldódni nagyon rövid időn belül. Előfordultak már ilyen szporadikus esetek, amikor jelen volt az apuka, de nem, ebből még nincsen nagy gyakorlat, és az az igazság, hogy olyan nagyon nagy igény nincs is rá. Tehát mondjuk, hogy 5-10%-os igény van csak. Optimális esetben a baba megszületése után mennyi időt kell az édesanyának az egészségházban töltenie? Itt is eltérőek a vélemények, de a mi intézményünk egy olyan álláspontot fogadott el, egyeztetve a gyerekorvosokkal, akik felügyelnek a babákra, mi pedig az anyukákra, hogy mi átlag 3, illetve 4 napig szoktuk bentartani a pácienseinket. Más intézményekben már 3 nap vagy 2 nap után is haza szokták engedni, de valahol mi úgy gondoljuk, hogy mivel hogy lehetőségünk van rá, nem vagyunk annyira leterhelve, hogy jó az a 3-4 napot itt maradni, mert időközben megindul természetesen a tejtermelés is, tehát az előtej, mint olyan, az rögtön van, de az igazi tejtermelés az valahol 48 óra után indul meg, és onnantól kezdve a babák szépen tudnak gyarapodni. Általában már itt a mi intézményünkbe átvészelik azt az idézőjelben mondott sárgaságot, amit ugye minden anyuka, aki szült gyereket, az tudja, hogy a babája sárgaságos volt, ami természetesen fiziológiás, tehát egész nem kóros elváltozás, de ezeken a dolgokon átmennek, és akkor utána, amikor hazamennek, akkor különösebb probléma már nincsen, tehát nyugodtan tudnak örülni egymásnak. És akkor most nézzük, hogy hogyan emlékeznek a szülésre a jelenlevő anyukák. Készültetek erre a napra? Attól a pillanattól kezdve, amikor megtudja egy nő, hogy terhes, akkor valahol azért ott motoszkál, akinek első gyerek, az a félsz, hogy jaj, ez mégis hogy néz ki, mert rengeteg mesét hallott, és rengeteget olvasott róla, akinek meg már többedik gyerek, az pedig az, hogy milyen lesz mondjuk az elsőhöz képest. Úgyhogy ha nem is úgy tudatosan készülni, de végig kíséri ezt a 9 hónapot, a terhességet. Diana, te hogy készültél a gyermeket születésére? Hát igazából én túlhordtam a Bencét egy héttel, tehát már nagyon a végén voltam, nagyon szerettük volna már, hogy a szülés időpontja megtörténjen, illetve elinduljon a szülés. Mi esetünkben, tehát meg kellett indítani magát a folyamatot. Mint már az előző részben ugye erről beszéltünk, mi Zentán születtünk, apás szülés volt, tehát a férjem is bent volt, és mi közösen szenvedtük, vagy hát éltük át azokat az órákat. Ti mi nálatok is apás szülés volt? Nem, tehát ezt rögtön a legelején, tehát szerintem még terven se volt az alán, és a gyerekek ezt így megbeszéltük, hogy nem. Tehát a férjem se, nem az a típus, én se. Én úgy érzem, hogy ez az időszak, az az én privát ügyem, úgyhogy nem akartam, és hát a következő se, tehát nem. És te miért tartottad fontosnak, hogy a férjed is ott legyen? Hát igazából ez közös döntés volt. Én így csak felhoztam a témát, hogy esetleg szeretne részt venni.
És ő azonnal, tehát gondolkodás nélkül úgy válaszolt, hogy igen, úgy gondolom, hogy ezzel mi még jobban összekovácsolódtunk egy családdal. Nyilván, tehát voltak olyan részek, amelyek számára nem voltak könnyen elviselhetők, lehet, hogy rosszabbul viseltem, mint mondjuk magam én, de attól függetlenül azt gondolom, hogy ez számára is egy nagyon hasznos és érdekes tapasztalat volt. Tehát magyarán szólva az első pillanatoktól, ahogy a Bence világra jött, ő is ott volt, ő is látta, mindennek a részese volt. Én azt gondolom, hogy ezzel csak pozitívan tudott visszaemlékezni, és hogyha úgy alakulna a második gyereknél is, tehát szintén apászülésre készülünk majd. Segített neked akkor ezek szerint, igen, hogy ott igen. volt? Nekem nagyon sokat segített, már csak maga az a tudat, hogy ott van, közösen, tehát nekem tényleg egy szép élmény volt emiatt. És te hogy emlékszel vissza a gyermek születésére? Szerintem maga a születés pillanata az már az a legkevesebb. Tehát én annyira nagyon ideges voltam, nagyon féltem az egésztől. Nem az, hogy negatív példákat olvastam, hanem egyszerűen szerintem az az idegentől való félelem. Tehát, hogy nem tudom, hogy pontosan mi történik, még nem éltem át. És nagyon-nagyon féltem. Október elejére volt kiírva Zalán születése, és egy hónappal előtte már az orvos jelezte, hogy előbb meg fog születni, és attól a pillanattól kezdve, amikor megmondta, hogy előbb meg fog születni, akkor már úgy nem tudtam megnyugodni igazából, és tényleg nagyon féltem, úgyhogy ebből adódóan utána vérnyomás problémáim is lettek, ami szerencsésen alakult, tehát a vége természetesen nagyon jó lett. De nekem, aki általában alacsony vérnyomású, olyan 200-at verte a vérnyomásom, tehát már gondolkodtak rajta, hogy akkor nem lesz természetes, de végül is minden rendben lett a végén, úgyhogy ebből is azt tanultam meg, hogy azért nem szabad túl aggódni és túl félni, tehát ez egy természetes folyamat, kibírható, természetesen fáj, de kibírható, és nem a legszörnyűbb a világon, mert utána megéri. Tehát a gyerek születése maga, amikor már kibújt, és az egész további az minden kárpóta. Most a második terhességeddel másként készülsz a szülésre, mint az elsővel? Másként készülök, tehát az elsőnél, én mondom, én nagyon-nagyon féltem. Így igyekeztem ezt így tagadni, mert hogy így próbáltam azt játszani, hát hogy én vagyok az, aki hát nem fél meg minden, de így belül, tehát senkinek nem mondtam, nagyon féltem. És úgy gondolkodtam azon, hogy milyen jó, mert mostanában szerintem így divatossá vált az, hogy választott orvosa vannak a nőknek, és így megbeszélik. Tehát ha nem is szükséges, szerintem egyre gyakoribban hallom én, lehet, hogy rosszak az információm, hogy császármetszéssel szülnek, akkor is, ha arra nem feltétlenül van szükség. És én is úgy gondolkodtam, az én orvosom egyáltalán nem ez a típus, ő a természetes folyamatok híve, és soha föl sem vetette azt, hogy esetleg én szeretnék egy császármetszéssel. De én mindig gondolkodtam azon, hogy milyen jó lenne, hogyha császármetszés lenne a vége. Tehát ott 28 hetesen, amikor voltam ellenőrzésen, akkor Zalán még nem fordult meg, és mondta az orvos, hogy most már azért várható, mert ha nem fordul meg, akkor császármetszés lesz a vége. És akkor szerettem volna. És utána a vérnyomásom miatt szülés után én is bekerültem a sokszobába, ahol én voltam az egyedüli természetes úton szült nő, a többi sokszobás betegtársam pedig azért volt ott, mert császármetszéssel szült, úgyhogy akkor eldöntöttem, hogyha egy mód van rá, akkor tehát nagyon-nagyon örültem, hogy mégse császár, úgyhogy most is én nagyon szeretném, hogy minden rendben legyen, és hogy természetes szülés legyen a vége. Hát reméljük, hogy így lesz. Egyébként fel voltatok készítve erre a folyamatra? Igen. Én azt gondolom, hogy a Timi esetében is így volt, nálam is. Jó viszony természetesen a nőgyógyásszal ugye ki kell alakítani, akivel több alkalommal, hát úgymond a forgatókönyvet átbeszélik, hogy pontosan mi történik lépésről lépésre, milyen folyamatokkal kell, hogy megelőzze a szülést. És ezt mi is néhány alkalommal úgymond átvettük, átbeszéltük, igazából, tehát elméletileg így már, tehát álmomból felkeltettek volna, akkor is tudtam volna, hogy mikor, miután mi következik, miért kell pont, nem tudom én, azt az infúziót rákötni az emberre, vagy éppen mi történik. Tehát így ilyen szempontból így fel voltunk készítve. Közben itt egy kis gigszer történt, ezt a kedves nézők nem látták, Bencének megtetszett a mikrofon. Én hiszem azt, hogy mire ennek a műsorsorozatnak a végéhez érünk, majd ővele is tudunk beszélgetni. Mit éreztetek akkor, amikor a gyereketeket először
kezetekbe kaptátok? Nehéz kérdés. Hát, nehéznek, nem mondom, hogy nehéz, csak most így próbálok visszaemlékezni pontosan, hogy akkor én mit is éreztem. Nyilván az új érzések kerítettek mindannyiunkat hatalmába, bár én akkor inkább azzal küzdködtem, hogy mivel nagyon sok fájdalomcsillapítót kapott is ugye ilyenkor az ember, tehát nyilván nem volt teljesen, hát nem mondom, hogy éppen mi, de nem volt teljesen ugye erejében. Úgyhogy arra emlékszem, hogy ugye a Bencét akkor elvitték megvizsgálni, akkor rögtön nem is kaptuk kézhez. Gyermekorvosok vették kezelésbe, ugye akkor nem tudom én milyen folyamatokon kellett nekik részt venni, és csak utána, amikor megtisztították a méhlepényt, akkor kaptuk meg mi, és akkor meg tudtuk ölelni, mellkasomra fektették, és hát akkor még egy nagyon pici kis, fura kis lényecske volt ő még, ugye nem a mai formájában, még mindenfelé ugye bőre is, hát ő is megviselte a szülés. És akkor őt, akkor találkoztam vele először, és utána később, két óra múlva, amikor már, hát úgymond szed kiadásba, becsomagolva, rendbe téve, tisztába téve, akkor került mellém. Ő mekkora volt, amikor született? Ő egy teljesen átlagos méretű volt, 53 centi volt, és 3,2 kg-os. És Zalánd? Nekem még pont az volt, hogy tehát ami, én arra emlékszem, hogy az volt az első, tehát tudatom voltam én végig, csak így, amikor kiemelték, akkor láttam, hogy fogja a bábasszony, és valahogy úgy láttam, hogy a feje hátulra egy kicsit olyan púpos vagy, és akkor hirtelen megijedtem, hogy atya úristen, mi van. És a másik, ami úgy nagyon megijesztett, hogy picike volt. Tehát ő 2,38 kg-val született, és 45 centivel. Úgyhogy nagyon-nagyon megijedtem abban az első pillanatban, hogy miért ilyen pici. És utána tudom, hogy megtisztították, mondták, hogy minden rendben van vele, és odafektették hozzám, majd utána onnan elvették, és nézte, és csöndben volt nagyon, és úgy csak figyeltük egymást sokáig. Úgyhogy valójában az az első 2-3 nap az abból állt, hogy aggódtam, hogy miért ilyen pici, de hát természetesen nyugtattak az orvosok, hogy nincs olyan probléma, meg fog nőni, mint a többi, úgyhogy a kis morzsának hívták a szabadkai szülészeten, így abszolút kedvenc volt, mert abban az időben nagyon kevés volt a fiú, és ilyen picike, meg ő volt az egyedüli. Mit üzentek azoknak a fiatal hölgyeknek, asszonykáknak, akik most szeretnének szülni, akik most készülnek erre a nagy pillanatra? Hát én mindenképpen azt, hogy mivel soha nem lehet tudni, hogy mikor indul meg maga ugye a szülés, természetesen a táskát már jó előre elkészíteni, a batyút meg a csomagot, és nem kell félni, előttünk is év ezredekkel, tehát hölgyek, nők, asszonyok szültek, meg utánunk is fognak. Tehát egy természetes dolog, és én azt gondolom, hogy ez is hozzátartozik az életünkhöz, hogy átéljük, nagyon érdekes, mindenképpen ugye van persze kellemetlen része, fájdalmas, mert most ha azt mondanám, hogy hú, minden milyen egyszerű volt és könnyű, akkor nyilván hazudnék, de nyugodtan bízza magát rá a nővérekre, a nőgyógyászra, az orvosokra, biztos segíteni fognak, és nem lesz semmi gond. Timi? Én körülbelül Diana szerintem mindent elmondott kereken is nagyon szépen. Én csak annyit, hogy aki esetleg gondolkodik abba, hogy császármetszéssel, azért jól gondolját, mert hogyha nem feltétlenül szükséges, akkor utána szerintem lehet, hogy később megbánja, mert sokkal nehezebb a felépülés. A természetes szülésnek megvan a maga szépsége, úgymond, minden nehézség ellenére is. Tehát egy soha vissza nem térő élmény, ugye? Igen. Azt mondják, hogy a világ minden gyermekkel újra kezdődik. Kívánjuk, hogy sokan éljék meg ezt a csodát. Köszönöm szépen. A bútort a Rádovich kereskedés biztosította. A jó egészségről az EUMED gondoskodik. A műsorvezető frizurája az Orizing fodrásszalomban készült. A jó látásról a Korál Optika gondoskodott. Kiegészítők Unitop. Építészeti munkálatok e-modul. Díszítő elemek C-textil. A topforma megtartásáról a Toldi testépítő szalon gondoskodik.